Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 8-án, kedden 19 óra 45 perckor. Márton László, Tasnádi István, Darvasi László és Závada Pál darabját a Teátrum 4 rendezője Szikora János, Horváth Csaba, Bagó Bertalan és Hargitai Iván állítja színpadra. Mai adásunkban két próbát vettünk górcső alá, emellett költészet és egy vadonatúj színtársulat évadnyitója várja a kultúra barátait. Tartsanak velünk! A 20. század egyik gyakorta felemlített tragédiája, a Titanic elsüllyedése. Darvasi László drámája ezt járja körül, az ember tragédiája folytatásában, kivetítve a 20. század történetére Szikora János rendezésében. A Vörösmarty Színházban folytatódtak az ember tragédiája kettő próbái. Szikora János rendezésében Darvasi László Titanic című darabja kerül színre, amely tulajdonképpen egyfajta vízió az emberiség 20. századi történetét lefedve a hurrá hangulattól a pusztulásig. Azért áll a szívemhez nagyon közel ez a darab, mert egy vészterhes pillanatot rögzít az időben, a Bellepok utolsó pillanatait, az utolsó rezdüléseit az elmúlt aranykornak, amelynek létezői akkor még nem tudják, hogy ez az utolsó, és hogy az aranykornak vége. De mégis ebben az utolsó pillanatban már koncentrálódik mindaz, ami majd aztán kitör néhány évvel később. A Titanic epizód női főszereplője Éva, kiderül ez a darab utolsó pillanatában, egy gyermeket hordoz a hasában, de ez az embrió, ez metaforikus is. Mit szülök meg? Mit szült meg ez a század vég? Hát a szörnyűséget. Egy szörnyűséget hordoz Éva, és ha most az Évát egy kitágított fogalomként kezelem, akkor Éva, a mítikus Éva, egy szörny szülöttet hozott a világra, ami hát egy szörnyűséges életet élt a 20. században. Mondiká, kalapom emelem. Olyan vagy te, Ádám mérnök úr, mint egy halvezér, kiért oda van az utolsó közlegény, mert ott egy igaz is csinálják, a legkisebb csavar is szolgál. Többé nincs magyarodalom. Baj nélkül kellett útra egy igaz is sokadalom. Trokán Péter Ádámjának, az építőnek talán a legfontosabb üzenet jutott, nem elég a siker, a talmi és az álságos, dolgozni és szeretni is meg kell tanulni az életért. A 20. század szimbóluma, tehát az ipari forradalomok korában a nagy teljesítmények, az egyre nagyobb teljesítmények mit jelentettek akkor a mindennapokban. Lett legyen a Titanic vízrebocsátása, a Titanic megteremtése, mint hajó, mint szimbólum, a legnagyobb műszaki csodának nevezhető építmény volt, amit ez az Ádám nevű mérnök tervezett. És ő a tökéletességet olyan módon élvezi ki, olyan módon éli át, hogy közben elfelejti, hogy van egy felesége is. Meg van egy magánélete, tehát az egyéni teljesítménynek a mirákuluma, hogy Úristen, ezt mind én csináltam, nem fedheti el azt, hogy kit kell, hogy szeressek. Hogy nekem van más dolgom is a világon, nem csak ez jelenti a csúcsát az emberi teljesítménynek, hanem az, hogy úgy veszek részt az életbe, hogy dolgozni is, meg szeretni is tudok. Voltam elmúlt mostoha. Viselhetetlen hisztérika, fejfájás fő oka. Voltam kicsi és ostoba. Voltam hideg égverem, hányszor rám szégyenem. Voltam anya és konyhaló. Voltam hiány és foglaló.
De most, mint ember, s mint nő, föllázadok. Akadna erre számosok. Ezek közül a legnagyobb, hogy én, a nő, végre magamra is szavazhatok. Hát, igen. Igen. Tóth Ildikó Éva szerepében rendkívül érzékletesen mutatja be az elesett, kétségekkel küzdő, majd önmagát megtaláló nő küzdelmét az előítéletekkel, a kor mindennapjaiból fakadó félelmekkel és az eszmélés pillanataival. A történelemben ugye nincsenek éles kontúrok, meg határok, nem tudjuk soha azt mondani, hogy valaminek pont itt vége van, vagy pont ott kezdődik. Ez talán a Titanicban, vagy a... Tehát az őrületes ipari forradalom és forradalmaknak az egyik csúcsa, ha úgy tetszik, a Titanicnak, a hajónak, magának a megépítése, meg az elindulása, és ugyanakkor a kapitalizmusnak az embertelensége, a pénzéssége, a gyarmatéssége, amin bedarál mindent, egyéni sorsokat és a humánumot, ha úgy tetszik, és talán itt találkozik egy személyes sors és érintettség Éva személyében, aki éppen egyébként a Titanichoz képest az elmúlt század, tehát a 19. század végén már bőven voltak olyan női mozgalmak, amelyek egy kicsit próbálták kiharcolni maguknak, mint nők, a női nemnek az egyenjogúságot. Ez itt az ember. Kreációd, képmásod, stb. Akadt meg annyi botlása. Árulása, palfogása, vétke, hibája, hogy hitte magát oly erősnek, hogy némelykor helyedbe lépett, és hitte magát oly erősnek, mint amilyen te is lehetnél. Egyed Attila ezúttal is a cinikus mélységekkel szembesítő, tartalmakat, hiedelmeket számon kérő, a nagyon is emberi téveszméket kigúnyoló, a háttérből, de akár szemtől szembe is véleményét vállaló Lucifert láttatja. A Titanic tulajdonképpen, ez csak egy apropó, elsősorban nem erről van szó. Arról van szó, hogy valahogy folytatni kellene, ez volt az ötletünk, és erre lettek az írók felkérve, és tulajdonképpen az ötlet támadt, hogy hát igen nagyot kéne harapnia, és legyen a 20. század, amiről beszélünk. És a 20. századot vajon hogyan lehet elkezdeni? Nyilván ez volt itt a nagy kérdés, és a Darvasi László tollából született a Titanic, ami egy annak a tulajdonképpen egy gyönyörű metaforája, hogy hogyan indul el, hogyan száll fel egy emberiség, egy 20. századra tartó hajóra, ami szimbolikusan majd gyakorlatilag hajótörést szenved, mert hiszen az történik a 20. században az emberiséggel, ami. Tehát tulajdonképpen ezt, ez egy allegória, amivel indul így a színdarab. Darvasi László radikális és mégis végtelenül mai megközelítése, amely kevéssé elemző, ugyanakkor kifejező keretet ad ebben a különleges dramaturgiában arra, hogy mindenki felismerhesse a Titanic sorsát a következő évtizedek borzongató történéseiben. Még mindig az ember tragédiája, Hargita Iván rendezésében a nagyváradi berlini színben a 20. századba kalauzol el bennünket Závadi Pál írói attitűdjének megfelelően. Ugye, hiába uraltál engem, mint a tagadás ősi szellemét. Ne gúnyulj és ne bírálj, ha jussod igényel, én megkaphatod. Minden idők legrettentőbb korát. A nagyváradi berlini színnel folytatódtak az ember tragédiája kettő próbái. Závada Pál darabja Hargita Iván rendezésében a trianoni nemzeti sors tragédiától a rendszerváltás hajnaláig mutatja be az emberiség történetét. Nagyon sokfajta dolgot lehet megmutatni. Másrészt meg mind íróilag, mind rendezőleg és színészileg is nagyon nehéz, mert hát ebbe a majdhogy nem képregényes sűrűsége az egész. Tehát nyilván valami fajta olyan gesztus kell, ami ezt nem teszi hiteltelenné, ennek az összes bonyolultságát és drámaiságát ennek az évszázadnak, vagyis hát nem is évszázad, de hát mondjuk egy bő 50 év története, hát azért bővelkedik szörnyűségekben és furcsa politikai fordulatokban ez az 50 év ott Nagyváradon és Európában egyaránt.
Nagyon izgalmas ez, és ezt a műfajt keresgéljük. Talán magyar elődje még ennek nem csak a Madách ember tragédiája, hanem szembe jutott az Örkénynek a Pisti a vérzivatarban, ami hasonlóan ilyen történelmi pannószerűség. Nagy teátrális lehetőségekkel, másrészt viszont meg hát az, hogy ez átélhető, és ne csak egy ilyen érdekes kuriózum legyen, vagy ilyen jópofa színfoltok, érdekességek, ahhoz hát nem egyszerű ezt színpadra vinni. Köszönöm Ának. Hát minden színháznak kell. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy az eredeti ember tragédiája is úgy akartuk megcsinálni, hogy bár londoni szín és egyiptomi szín van benne, de hogy nyilván akkor jó, hogyha valahogyan köszön a mának. Ez nyilván, ahogy közeledünk korban a mához, úgy válik egyre élesebbé, egyre naprakészebbé, egyre nehezebben megfogalmazhatóvá, mert hogy pontosnak kell lenni. Tehát itt a didaxis, vagy a nagyon-nagyon nagyon egyértelmű fogalmazás közhelyé és irányítja a történelem felfogást. Hát ezt igyekeznek, gondolom, az írók meg mi is elkerülni. Őrült boldogság taszíthat ki belőlem valamit, hogy ez a furcsa űr támad bennem. Te nem érzel? Hogy űrt érzek-e? Mondhatatlan űrt. Ádám szerepében Kovács Tamást köszönhetjük, aki az írói szándéknak megfelelően játssza a sokszínű 21. században eleltévejedő ember fia kétségekkel teli történetét. Ezeket a korokat, ezeket az életkoromnál fogva nem élhettem meg, de igyekeztem és igyekeztünk nagyon sok háttéranyagot gyűjteni hozzá. Hát Ádám egyre meg öregebb lesz, de ez a külsőben, az külsejében nem fog megjelenni, hanem inkább, mivel ez egy technikai dolog is, mivel én végigben vagyok a színpadon, a partnerekkel ellentétben, ezen dolgozunk most közösen, hogy egyre öregebb lesz lélekben, és egyre cinikusabb az Ádám. Ez az út, amit Ádámként rád mért most Závada, illetve Argita Iván, mennyire visel meg, mekkora kihívás ez egy fiatal színésznek, hiszen ez egy rendhagyó darab mindenképpen, és ráadásul ember tragédiája kettő. Szerintem ez egy nagyon nagy kihívás, igazából főleg az egész társulattól egyfajta féle fegyelmezettséget kíván meg, hiszen ez rendkívül hosszú lesz. Tehát egy ilyen méretű anyagnál azért fontos az, hogy a nézőnek a figyelmét, ezt hogyan tudjuk, nem tudom én, 4,5, vagy nem fel tudja még, hogy milyen hosszú lesz, 5 óra hosszan keresztül fenntartani. Lássam színről színre, újulásban nem lakad éj el, nem veszít a bájam. Nő a báj, a kék, szenvedés sötét edénye. Izzó nedves test, csinos fejecske, mely belül üres. Kis Diana Magdolna alapból kétfélekor Évája, hogy aztán alakításában feltűnjék Leni Riefenstahl, lesz miniszter, majd már nem miniszter, akit sorshordító történelmi pillanatokkal dúsított, a széttördelt világot láttató szerepeiben újra egy hiteles alakításban köszönhetünk. 4 Éva, 4 teljesen különböző személyiség, úgyhogy nagyon feladta a leckét az író, és feladja a rendező is, mert igyekszem úgy elkülöníteni ezt a 4 fajta Évát, hogy az összes kornak, amit megjelenítünk ebben a színben, mindegyik Éva megfelelően tükrözze azt a kort, és azt az érzést, ami akkor volt. Lehet-e egységesíteni ezeket az Évákat, hiszen az Ádám, Lucifer és az Úr az veled van mindig? Szerintem nem lehet, és nem is kell, mert ugye Ádám az origó, körülötte forog a történet, és Éva szerepe mindig az origó körül forog, és ugye Lucifer őt kíséri, Lucifer is mindig változik, Éva is mindig változik, úgyhogy szerintem nem is kell egységesíteni. Maximum abban, hogy a nőiséget mindig olyan erősen képviselni a Ádám mellett, hogy az mindig egyértelmű legyen. Szakmaira kérdem. Kellett már újítni valamely kerékfogát? Úgy jó, ahogy van, mert tökéletes. Mondottam őrök, nem himaszkodhatsz. Én meg tudom, csak mi lényegem. Kuna Károly Luciferként Závada Pálnak is köszönhetően sokat tesz azért, hogy a gonoszság ne legyen általános és ne süllyedjen, ahogy az író fogalmaz, a semmitmondás rossz indulatú mocsarába. Indulunk Trianon után,
elindulunk, és 89-ig tart ez a kis kaland, ez a kis utazás, és hát én ebben a korszakban kísérem, hol Ádámot, hol Évát, vagyis mind a kettőjüket kísérem, és hát elég nehéz korszakokat ölel át ez az utazás. Úgyhogy hát az az igazság, hogy inkább a nézőkre vagyok kíváncsi, hogy hogyan viselik ezt el. Belülről ez hogy látszik, hiszen ez egy rendkívül fontos történelmi időszak sorozata. Nagyon kemény sűrítménye ez, ennek az időszaknak. És ugye itt a náci korszaktól, korszakon át egészen, tehát a gettó, a nagyvárosi gettó, majd utána az úgynevezett szocialista időszak következik, és engem ez elég közelről éling, mert hát nekem elég közeli emlékeim vannak mindenről. Négy szuverén rendező, négy célzottan heterogén írói szándék, négy rendező, négy különböző formanyelv, ugyanakkor izgalmas eredeti mondani való az emberről, ami érvényes tegnap, ma és holnap is. Újraindult az irodalmi élet, és Péntek Imre volt a Királykút emlékház vendége. Bakony István, a József Attila díjas költő idén megjelent két kötetét mutatta be a közönségnek. Ragyog az én kukolás sátra, egy verset küldeni oda átra. Koronavírus járvány okozta fél év kényszerszünet után folytatódott a Királykúti esték, Bakony István beszélgetés sorozata. Az első találkozó vendége Péntek Imre, József Attila díjas költő, szerkesztő, író volt, akinek a közelmúltban megjelent két kötetét mutatták be az irodalom kedvelőknek. Nagyon hosszú volt ez a szünet, pontosan fél évvel ezelőtt volt a legutolsó programunk a Királykúton, akkor Tóth Ildikó volt a vendégünk, a Vörös Marti Színház színésznő, és örülök neki, hogy végre szeptemberben lehet ilyen rendezvényeket készíteni, és hát kétségkül nagyon fontos ez a pillanat számunkra, mert Péntek Imre két kötettel is jelentkezett, az egyik az új verses kötet, a Csipetnyi ég, a másik pedig, amely a utóbbi évek képzeletszétálló írásait tartalmazza, hiszen az is köztudott a költőről, hogy a képzőművészetben is igencsak járatos, és főként Fehérvári, Zalaegerszeg és más dunántúli tárlatokon rendszeresen jelen volt, és ezekről írt ebben a kötetben remek összefoglalókat, bírálatokat, és így tovább. A verses kötet ugyancsak az elmúlt évek termését kutatja. Ugye annak idején sokat foglalkoztam az ő költészetével, hiszen könyvet is írtam róla, és ott a kötet végén akkor megemlítettem néhány addig a kötetben még meg nem jelent versét, amelyek jó részt szerintem új oldaláról mutatják meg a költőt, és vannak benne olyan szövegek is, tehát nem csak verses kötetről beszélünk, olyan kis prózák, sőt egy jelenet is, amely én azt hiszem, hogy a életmű gazdagodását jelzi. Nagyon érdekes ez a Csipetnyi ég című, Csipetnyi ég cím, hiszen sajátos játék ez, én azt gondolom, mint ahogy az egész kötetre jellemző egyfajta néha groteszk játékosság, de ugyanakkor a hagyományos emlékversek is gyönyörűen megjelennek benne, például Nagy Gáspárra emlékezik. Kőpál köszöntése is most különös értelmet nyer, hiszen azóta kiváló szobrászművész meghalt. Tehát a vers világában is érzékelhető ez a nyitottság, nem csak a irodalmi dolgok, hanem az egész sors és egész élettel kapcsolatban. A Csipetnyi ég verses kötet az elmúlt esztendők összegzése, amely Péntek Imre mesés, szürreális motivumokban gazdag költeményeit tartalmazza. Több mint 10 év termését foglalja össze ez a kötet, amiben régi szövegdarabokat is belevettem, átdolgoztam. Mi volt nekem az alapvető fontosságú, amikor ezt a kötetet összeállítottam? Talán az, hogy szerettem volna személytelnebb verseket írni. Én úgy érzem, hogy a személyesség kiment a divatból, tehát mindig az olvasó is megunta az, hogy Én, tehát a saját magam nevében beszélek, megpróbáltam személytelnebb fragmentumokat összeszedni, összeállítani, amelyekben benne van egy kis meseszerűség, egy kis epikum, tehát
hogy mondjam, el akartam magamtól távolítani a lírai énemet. A másik kötet, a Megviselt Papírmúzeum ugyanakkor kevésbé távolságtartó, sőt nagyon is személyes, hiszen olyan recenziókat, összefoglaló képzőművészeti elemzéseket tartalmaz, amelyek a mélységeket láttatják a szerző egyedi gondolatsorainak tükrében. A képzőművészeti írásoknál egy kicsit más a helyzet. Ott talán az analízis, az elemzés az volt a fontos, hiszen sokszor, ha bemegyünk egy tálatra, akkor hihetetlen képkavalkát tárul elénk, és nem tudjuk, hogy hova forduljunk, mihez kezdjünk ezzel a képi látványvilággal. És én is a magam számára, hogy mondjam, ezeket a talányokat meg akartam oldani. Hát először is itt van ez az egész dolog, hogy a realista kép és a avantgard, tehát non-figuratív kép. Hát eleve, amikor egy látogató tájékozódik, a realista képeket kedvelő nem nagyon kedveli mondjuk a non-figuratív képeket, és visszaverza is így van. Tehát nekem talán az, én mind a kettőt kedvelem, és találok elismerő pontokat mind a két esetben. A leírt szó tiszteletének estéjén újra bebizonyosodott, amikor a szándék és a megvalósítást kard-kardba ötve jár, mélységesen emberi hétköznapi csodák születhetnek feketén-fehéren, kötetekbe fűzve. Megtartotta első évadnyitó találkozóját a Rátonyi Róbert Színház, a Csákvári Állandó Társulat szeptemberben a Csárdás királynővel mutatkozik be a Délvértes szívében. Az évadnyitón Illés Szabolcs Csákvár polgármestere köszöntőjében kiemelte, a Rátonyi Róbert Színház a város szívében nem csupán Csákvár lakosságát, hanem a Délvértes térségében élők magas minőségű kulturális kikapcsolódását és feltöltődését is biztosítja, elősegítve ezzel a közösségi élményszerzést és a közösségépítést. Nagyon vártuk már ezt a napot a művészekkel együtt, hiszen ez egy olyan lehetőség Csákvárnak, illetve a környéken lakóknak, amilyen eddig nem volt, és ezt a maximálisan szeretnénk kihasználni. Olyan repertoárt állítottunk össze az elkövetkezendő színházi évadra, gyakorlatilag szeptembertől május végéig, amiben mindenki megtalálja korosztálytól függetlenül a magának kedves darabokat. Drámától a musicalen keresztül a gyerekdarabokon, vígjátékon át minden lesz. A következő évadban Csákváron, mint állandó játszóhelyen működő Rátonyi Róbert Színház büszkén viseli a táncos komikus nevét, emlékét őrzik és gondozzák, valamint Rátonyi színészi hagyatékára építve, annak minden értékes elemét megtartva, az operett és a zenés műfaj hagyományait is képviselve igyekeznek továbbvinni tudását. Mondhatni, hogy izgalommal várok az egész esemény elé, hiszen a társulatomnak ma fogom bemutatni a színházunkat, tehát leginkább emiatt vagyok izgatott, hogy mit fognak szólni, hogy egyáltalán itt vagyunk egy csodálatos új helyzetben, ezt nagyon kevés magánszínház mondhatja el magáról, hogy van egy állandó játszóhelye, ráadásul egy fantasztikus kis városban, nem messze Budapestről, ez nagyon kedvező számunkra, és egy nagyon nagy kitüntetés, vagy hogy mondjam, hát lehetőség itt kibontakozni. Úgyhogy izgatott vagyok, természetesen az első év vagy nyitott fogom megtartani, mint Rátonyi Róbert Színház. Persze forognak a gondolatok a fejemben természetesen, hogy mit mondjak és miről beszéljek, mi az, ami most fontos ebben a szituációban. Én azt gondolom, mindenképpen az a fontos, hogy mi itt lehetőséget kaptunk, és hogy gyökeret verjünk, és hogy olyan művészi munka kezdődjön itt, és olyan professzionális munka folytatódjon aztán a későbbiekben, amit mi eddig képviseltünk. Úgyhogy remélhetőleg, hogy a csákvári közönség és a térség közönsége minket szeretettel fog fogadni. Megpróbáltuk, mint ahogy ön is említette, egy olyan programot összeállítani, ami minden korosztályt megcéloz. Úgyhogy izgatottan várom az október 1-jét, akkor lesz az első előadásunk a Csárdás királynő. Egy szuper szereposztással érkezünk, igen patináns és kiemelt művészekkel, akik a Rátonyi Róbert Színház tagjai. Úgyhogy hát remélem, hogy sikerünk lesz, és fognak bennünket szeretni. Eddig egy utazó társulat voltak. Miként fogadták a művészek, az alkotó emberek azt, hogy az utazás megmarad nyilván, de egy állandó helyszínen is előadják a darabokat?
Igen, hát természetesen mindenki nagyon boldog volt, és nem csak az én társulatom, hanem az egész szakma üdvözülte, úgyhogy közel 1000 gratulációt kaptam a Facebookon is, amikor bejelentettük a nagy hírt, de beleértve Galambos Erzsitől Pásztor Erzsinát nagyon sok mindenki gratulált nekünk, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Természetesen az utazás az megmarad a további életünkben, de mindenki ugyanúgy, mint én, izgatottan várja az én társulatom, hogy hogyan fogunk itt gyökeret verni, és hogy hogyan fogunk kibontakozni, hogyan fogunk itt végül is a rajtvonalnál állunk, hogyan fogunk itt egy színházat felépíteni. A színház a Csákvár önkormányzatával megkötött megállapodás szerint már a működés első évében teljes színházi évadot tud biztosítani az előadásokkal 2020. szeptemberétől 2021. júniusáig összesen 12 darab kerül bemutatásra. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!